Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a nézőket, önök VNTV-t, Vanatura televíziót láthatnak, más hangszeretett társalgás adássorozatunkban. Nagyon kedves vendégünk a stúdióban újra, Maharishi Brahmananda jógi mester. Nagyon hálás vagyok mindig, amikor tudunk egy picit találkozni, beszélgetni. Nagyon nagy áldás ez a lehetőség, hogy tudunk beszélni egymással, és ezt meg tudjuk osztani egy elég széles körű közönség előtt. It is a grateful thing all the time when she is meeting Maharishi, and it is a great opportunity to share all this with our audience. Thank you. Thanks for the opportunity. Maharishi, köszöni a lehetőséget. Thanks to the VNTV and all the staffs. Okay. Köszönet a VNTV-nek és mindenkinek, aki részt vesz ebben. Special thanks to Jakub István and you. Jakob Istvánnak, és neked is különleges köszönet. Köszönöm szépen. Szeretnék mindjárt belevágni a dolgok közepébe. She would like to start everything now. Okay. Szeretném megkérdezni az ön véleményét arról, hogy jól látjuk-e azt, hogy ez a világ, ami most körülvesz bennünket, és amiben élünk, az még egy félelem alapú, félelemből teremtett világ. Dear Maharshi, she would like to ask the opportunity from Maharshi whether she sees it well that the world we live in currently is based on fear and was created by fear. Ezt abból alapú, ebből következtetem, hogy eddig minden ember csak a félelmét tette bele. That means that all the people gave only their fear to that. Félelemből hallgat az irányításra, félelemből dolgozik. They are fearfully listening to what they guide them to, and they are working from fear. Még akkor is, hogyha ha látszatra szabadok az emberek. Although people seem to be free. Milyen lehetőségét látja Maharishi annak, hogy ezen ezt megváltoztassuk? Vegyük észre, hogy eddig csak a félelmet adtuk oda egymásnak, társadalomnak, gyermekeinknek, és tudunk egy olyan döntést hozni, hogy innentől kezdve a szeretetet adom oda. How can we change this, dear Maharshi? What options are there for that? We only gave the fear to our children, to our family members and everyone. How to change it? To give only love. Pontosan. Is it a question? Can I answer? Yes. Ez egy kérdés. Válaszolhat Maharishi? Így van. Thank you for the beautiful question. I hope this conversation will help a lots of viewers of this channel and their friends. Maharishi köszöni ezt a gyönyörű kérdést, és reméli, hogy a válasz sokat fog segíteni a nézőközönségnek és azok barátainak. The more and the more and the more we make noise. Minél inkább több zaj csapunk. It'll be more noisy. Annál zajosabb lesz. And the children also joining this noisy world. És a gyerekek is ebbe a zajos világba csatlakoznak. Everybody is noisy. Mindenki zajos. And they don't know why. De nem tudják, hogy miért. You know, it's everybody is blowing the horn in the signal, but they don't know why they are blowing the horn. Because unless they get the signal, they cannot go. Mindenki csak nyomja a dudát, pedig piros a lámpa, és amíg nem kapja meg a zöld jelzést, nem mehetnek előre. Because somebody is making the noise. Azért, mert valaki zajcsap. And somebody is disturbed by the noise. És valakit zavar ez a zaj. They also created noise. Ő is zajossá válik. And people who are silent also creating noise now, because they don't know why. És akik korábban csendben voltak, azok is zajt csapnak, de nem is tudják, hogy miért történik this ez. This noise is fear. Ez a zaj a félelem. Okay. If you really listen this conversation, let me explain to you in detail. Yeah? Hogyha igazán odafigyelsz erre az üzenetre, Maharshi most ezt jobban elmondja. When you be with yourself. Amikor önmagaddal vagy. When you're silent. Amikor csendben vagy. And things get silent. Minden lecsendesedik. But as much as you go
silence inside. De amilyen csendes tudsz lenni. That much you feel good at you. Annyira jól fogod magad érezni. So now the question can be, Maharishi, yes, the fear is creating the noise. Jöhet a kérdés, hogy igen, Maharishi, a félelem hozza létre a zajt. What do you mean by silence? De mit is értesz a csend alatt? Inner silence. A belső csendet. You know, you can drive fast. Vezethetsz gyorsan. You can do lots of work. Sokat dolgozhatsz. But with silence inside. De belül csendben. You know, we are all living to get mind satisfaction. Azért élünk, hogy kielégítsük az elménket. We are working to fulfill the mind. Azért, hogy elégedettséget okozzunk az elménnek. Mind is full of thoughts and it is noisy. Az elme zajos és tele van gondolatokkal. So the moment you get into fulfillment of mind, tehát amint kielégíted az elmédet, we all become noisy. Mindannyian zajosak leszünk. But when you start silent, decided to be silent, de hogyha eldöntöd, hogy csendben leszel, then you can see how much noise the mind is making. Megfigyelheted, hogy milyen sok zaj csap az elme. A good example. When the teacher says silence, silence to the students. Egy nagyon jó példa, amikor a tanár azt mondja a gyerekeknek, hogy csend, csendben legyen. They are not listening. Nem figyelnek oda. But when the teacher kept quiet, de amikor csendben van a tanár, few seconds the class becomes silent. Néhány másodperc múlva az osztály that is elcsendesedik. That is the best example for this. Erre ez volt a legjobb példa. In reality there is nothing big wrong going on in this world. Valójában semmi nagy rossz dolog nem történik ebben just a világban. Just people are making noise. De az emberek zajcsapnak. And everybody is making noise. És ezért mindenki más is zajcsap. But when you keep quiet, de amikor csendben maradsz, there is only solution. Akkor mindig megoldódnak with, a dolgok. There is no problem begins without a solution. Nincsen probléma megoldás nélkül. A problem is because the solution is not working or not used. A probléma azért van, mert nem működik a megoldás, vagy nem használják if azt. You are not using the proper solution, hogyha nem használod a megfelelő megoldást, big. Akkor nagy lesz a probléma. But when you keep quiet, de amikor csendben marad, you can see the problem within the solution. Láthatod a megoldásban a problémát. It could be economical crisis. Lehet gazdasági it válság. Could be recent kata problem. Lehet okay. A probléma a katával. Or it could be any of this. Vagy bármi más. There is always a problem. There is always a solution within the problem. A problémán belül mindig ott van egy megoldás. But if you focus on problem, de hogyha a problémára fókuszál, you will feel it is big. Úgy gondolod, hogy ez nagy lesz. That's where the problem is. Itt van valójában az igazi we probléma. We are making noise. Problem, problem, problem. War, economical crisis. Okay? Csak zajcsapunk azzal, hogy itt van a probléma, a gazdasági válság és a háború. In the past also so much economical crisis happened. Pedig a múltban is történt nagyon sok gazdasági válság. Of epidemic diseases happened. Pandemic, you know? Nagyon sok járvány is volt. And people survived. The world is going on. És az emberek túlélték, és a világ megy tovább. You know, you can think, oh, Maharishi, your philosophy is beautiful. Gondolhatod azt, hogy rendben van, Maharishi, szép ez a filozófia. Enough, stop talking, give a solution. De hát akkor most hagyd abba, és adj nekünk valami megoldást. Practical, okay? Valami gyakorlati. Maharishi is not the one who wanted to give blah blah talks, but no practical solution, you know? Maharishi nem az az ember, aki szeretett volna mindenféle mellébeszélést mondani megoldás nélkül. Listen this carefully. Erre figyelj oda nagyon. Make yourself silent inside. Belül tedd magad csendes. Calm down. Nyugodj le. Calm down. Nyugodj again le. I'm saying, focus on inner peace. Még egyszer mondja Maharishi, hogy fókuszálj a belső békére. És amikor lenyugszol, then you see how to fix. You find solutions. Akkor látod, hogy hogyan hozod rendbe a dolgokat, és megtalálod a problémát. If you're not calming down, de hogyha nem nyugszol you le, see problems, problémát látsz, and you make more problems. És még több problémát hozol létre. What is happening in this process? Increasing the fear. És mi történik ebben a folyamatban? Megnő a félelem. The more fire, the more smoke. Minél több a tűz, annál nagyobb a füst. The less fire, the less smoke. A kevesebb tűz van, kevesebb a füst. Listen, please calm down this fire of restlessness. Nyugtalanságnak ezt a fajta tűzét csöndesítsd el. As you rightly highlighted the point, very good point actually. Ez egy nagyon jó lényeges pont volt, amit ki is emeltél. To put down the fire, ahhoz, hogy elolsd a you tüzet, need to calm down. Le kell nyugodnod.
consciously decide to calm down. Tudatosan eldönteni, hogy lenyugszol. No, you say, okay, I will calm down. I'm sitting now. Can I calm down now? You know, it's a good question. Mondhatod, ez is lehet egy jó kérdés, hogy jó van, azt mondtad, hogy nyugodjak le. Okay, most lenyugodtam. You think a bit more matured. De próbálj meg egy kicsit érettebben gondolkodni. Don't think like childish. Ne úgy, mint egy gyerek. Calm down, I'm calm down now, tell me a solution. You know? Jó van, azt mondtad, hogy nyugodjak le, lenyugodtam, és hol a megoldás? I'm sure all the listeners are mature enough to understand the subject. Maharishi biztos benne, hogy minden hallgató elég érett ahhoz, hogy megértse ezt a témát. Calming down. Lenyugodni. Accept the situation. Elfogadni a helyzetet. Be matured. Légy érett. I'm sure you, most of you are beyond 25 years. Maharishi biztos benne, hogy a legtöbbötök már elmúlt 25 éves. Accept it. Look into the problem. Elfogadod, nézd meg a problémát. Not problem, look into the situation. Ne is a problémát, inkább a helyzetet. And look for solution. És keresd a megoldást. And then there will be solution. És ott lesz a megoldás. Instead of putting more fire into the fire. Ahelyett, hogy több tüzet raksz a tűzre. Calm down the fire. Nyugtasd le a tüzet. The world will not change with any kind of religion or anything unless you decide to change yourself. A világ nem fog megváltozni semmivel, vallással vagy bármi mással egészen addig, amíg te úgy nem döntösz, hogy lenyugtatod magad. Maharishi strongly believe that the world is not going to change because of Maharishi or I am going to change the world. Impossible. Okay? Maharishi nem gondolja azt, hogy a világ megváltozik Maharishi miatt, vagy hogy ő változtatja meg a világot. Ez lehetetlen. Thousands of years of religious organizations. Több ezer éve vannak vallási szervezetek. What happened to the world? És mi történt more crazy. A világgal? Megőrült. Because every individual has to decide, I have to focus on my inner peace, and I have to live peacefully. Mert minden egyes egyénnek el kell döntenie, hogy a belső békémre kell fókuszáljak, és békésen kell éljek. Then you get into a state of Kozuna Maharishi, érted? You know? És akkor ebbe az állapotba fogsz kerülni. And then you start thinking, how can I move forward? És akkor elkezdhetsz gondolkodni azon, hogy hogyan menjek tovább. Then what you highlighted, the love. És amit mondtál még, a szeretet. That comes. Az jön azután. No, when you calm down. Amikor lenyugszol. When you, okay, let me relax. Rendben, hadd lazíts. And then you see your pet, maybe a dog or a cat, there, gyere, and you pamper. Aztán meglátod a házi állatodat, legyen egy kutya vagy egy macska, és elkezded papuzsgatni. Or your children or your partner, right? Vagy a gyerekedet, vagy a partneredet. But if you are not calming down. De hogyha nem nyugszol le. You hate, you don't want to sit next to your partner. You say, oh, the horrible dog, take it out to the other room, right? Akkor utálattal leszel, nem leszel hajlandó leülni a partnered mellé, vagy azt mondod, hogy ó, az a kutya menjen ki. My kind request to each one of you. Maharishinek lenne egy kedves kérése hozzá. Légy szíves, nyugodjatok. There is nothing we brought into this planet. Nincs semmi, amit erre a bolygóra hoztunk. There is nothing we take it from this planet. És nincs semmi, amit elviszünk. For Maharishi personally. Maharishinek személyes. How many days I lived satisfactorily, peacefully is the day I really lived in my life. Azt számít, hogy hány napot tud békében, elégedettségben élni, az lesz a lényeges. Maharishi believes that is life. Maharishi úgy gondolja, hogy ez az élet. So that I am not restless. És nem nyugtalan. I am in the present moment. A jelen pillanatban van. I can listen to you. Oda tud figyelni rád. I can be compassionate to everything around me. És együttérző tud lenni mindennel, ami körülötte and van. I have the love in me. Megvan benne a szeretet. And my soul is satisfied. És elégedett a lélek. Not the mind. Nem pedig az elme. Good luck. Sok szerencsét. Köszönöm szépen. Hálásan köszönöm a választ. Szeretnék tovább lépni abba az állapotba, hogy nagyon sokan törekednek erre a nyugalomra, és egy maga ez a világ, ez egy provokatív világ. És maga az emberek irányításával foglalkozók mindig egy olyan helyzetet hoznak létre, amiben provokálják az embereknek a nyugalmát, és eljutunk mindig egy olyan dilemma határára, hogy megtehetem-e én azt, hogy csendben, békében, elfogadásban szemlélem az eseményeket, mert hogyha nem harcolok és küzdök ellene,
akkor tulajdonképpen én cserben hagyom a többieket. Közönyös vagyok. És nem csak a világ provokálja az embereket, hanem a nyugtalan, hangos embereknek az ő számukra nincs idegesítőbb, mint egy nyugalomban és békében, elégedettségben lévő ember. Okay, maybe translation. Dear Maharishi, so the question is that, let's go to the next step. People decide to calm down. And we are still living in a provocative world. Correct. Where everybody is provoking our calmness and is matching and checking our restlessness. Yeah. The question is, am I in the position to do nothing, to do absolutely nothing for this? Yeah. And what disturbs the people who are noisy the most are the people who are silent inside. Very good. Ez így van. Nagyon jó kérdés. Egy utolsó gondolat, hogy ez egy ilyen reakciókényszert, egy aktivitási kényszert vált ki belőlünk, egymást nem hagyjuk békén. So that makes an inner reaction in ourselves. Biztos? We do not leave each other alone. True. Ez így van. Such a beautiful question and topic. Ez egy gyönyörű téma és egy kérdés. I'll give you an example. Maharshi ad neked erre egy példát. For example, a boy and a girl want to enjoy the peaceful evening. Például egy fiú és egy lány szeretné élvezni a békés estét. Sit in a pub, a beautiful pub. Elmentek és leülnek egy gyönyörű kocsmába. Around 7 p.m. Este 7 körül. It became 9 o'clock. Amikor 9 van. Well, they were talking very peacefully, it's not noisy. Nem zajos körülöttük semmi, és békésen beszélgetnek. Music was going on. It is so peaceful. Zene is hallatszott, de annyira békés. Now they said, we are going to have DJ, you know, that dance. És akkor azt mondják, hogy na, akkor most jöjjön a DJ. So the partner, they said, let us sit and talk, that's best. De a partnerek úgy döntenek, hogy inkább ülnek és beszélgetnek, mert ez a legjobb. And they were consuming maybe little wine only for last 2 hours. És lehet, hogy az elmúlt 2 órában csak egy kicsi bort ittak. No. They were talking very sensibly before. Korábban nagyon érzékenyen beszélgetnek. And they are talking now also, for example. Például, mint ahogy most. And the DJ starts. És elkezdi a DJ játszani a zenét. Noisy, louder. Hangosan, zajosan. And the DJ itself just dance, even though he don't like to dance, you know. És még a DJ is elkezd táncolni, még akkor is, ha nem szeret táncolni. Then, come on, come on. Gyerünk, gyerünk. And slowly, slowly few people come and then move. Aztán szépen lassan néhány ember oda megy és elkezd mozogni. They put, increase the volume and increase the speed of the music. Növelik a hangerőt és a sebességét is no, a zenének. It's too noisy. Túl zajos. Then everybody is dancing. És mindenki táncol. Somebody is talking so loudly to each other. És néhányan nagyon hangosan and beszélnek egymással. They don't know what they're talking. They don't know what they are talking. És nem is tudják, hogy miről beszélnek. Some people are dancing. Az emberek táncolnak. And they don't know why they are dancing. És nem tudják, hogy miért táncolnak. Just dance, dance. Come on, come on. Csak táncolnak, gyerünk, gyerünk. And there is a break. És amikor jön egy szünet. Everybody go and buy their, you know, part of alcohol. Amikor az emberek elmennek valamit venni. Again started the music. Megint elindul a zene. And come on, crazy, crazy. You know? Gyerünk, gyerünk, őrület again van. Again the break. Next megint jön a szünet alcohol. A következő körrel. That is how they provoke. Így provokálnak. They are provoking to sell their products. Azért provokálnak, hogy eladják a termékeiket. I'm not talking about any pub. Please don't misunderstand me, okay? Maharishi kéri, hogy ne értsétek félre, ezt most nem a kocsmákra mondta. So dear pub owners, don't hate me. I'm just sharing a message, you know, Maharishi an example. Ezzel egy példát és egy üzenetet szeretne megosztani, és kéri, hogy azoknak, akiknek kocsmájuk van, ne utálják. Provoke and let them lose their peace, harmony. Provokálják azért, hogy az emberek elveszítsék a békét and és a harmóniát. Then they lose the common sense. És akkor elvesztik a józanesüket. They become restless. Nyugtalanná válnak. And they do just what others want to do. És azt csinálnak, amit mások akarnak. This is how the world is going on. És így működik a világ. Look at the media. Nézd a médiát. They're literally putting provoking message. Csak egy-egy provokatív üzenet kerül and be. And some fools are really get provoked and they're also contributing to the provoking. És utána néhány buta ember provokálva lesz, és utána ők is hozzájárulnak a provokációhoz. And people are just going crazy with this. És az emberek megőrülnek ezzel. Why don't you understand that it is being provoked?
De ez miért nem érted meg azt, hogy ez arról szól, hogy csak provokálnak? Two people are talking peacefully. Ha két ember békésen beszél. They just talk about this subject. Egy ilyen témáról mondjuk. And they are fighting now. És most már küzdenek egymással. In reality there is no problem between each other personally. Valójában semmi bajuk nincs egymással. But this subject made their blood pressure high. De ettől a témától felment a vérnyomásuk. The energy goes down. Lement az energiájuk. And so many other unwanted things. És olyan sok, mint nem kívánatos dolog. Provoking is part of economy. A provokálás a gazdaságnak a része. If you become peaceful. Hogyha békésé válsz. If you use common sense. Hogyha használod a józan eszedet. The so-called capitalism will not work. Akkor az úgynevezett kapitalizmus nem fog működni. People don't go behind fancy things. Az emberek nem kezdik a trendi dolgokat They go for követni, the need. Hanem arra lesz szükségük, amit akarnak. But they will create a greed on you. De ezek az emberek mohóságot hoznak benned létre. The business will happen, right? És akkor ilyen helyzetek New model el. Phone, new model car. Hogy egy új autót vegyek, vagy a legújabb telefont. Fancy, fantasy. Valamilyen fantázia, trendi dolgok. That is business. De ez csak üzlet. I don't know how many more years people will take to understand this lifestyle. Maharishi nem tudja, hogy hány évig fog beletelni az embereknek az, hogy megértsék ezt az életmódot. As you rightly highlighted, there are some people who are peaceful. Ahogy mondtad korábban, vannak néhányan, akik békés. They are the brave people. Ők a bátor emberek. They are the wise people. Ők a bölcsek. They stay calm. Ugyanígy nyugodtan. They keep distance from unnecessary things. A nem kívánatos dolgoktól távolságot tartanak. There is this monkey message, right? Van ez az üzenet a majommal. Three monkey, like this. A három majom. Like this. Like this. Akik így vannak. Right? But there's one more also. De van még egy. Like this now. Ami most így csinál. Messaging. Aki az üzenetet küldi. Okay, so that's it. What you don't want to see, don't see it. Amit nem akarsz látni, azt ne lásd. What you don't wish to hear, don't hear it. Amit nem szeretnél meghallani, ne halld meg. What you don't want to speak, don't speak. Amit nem szeretnél mondani, ne mondd. Oh, Maharshi, you said beautiful conversation. Oh, Maharshi, ezt nagyon jól elmondtad. I understand what you said. Értem, amit mondtál. Tell me the solution. De mondd meg, mi a megoldás. This is also philosophy. Ez is egy filozófia volt. Hey, my dear brothers and sisters. Kedves testvéreim. Wake up. Ébredjetek fel. If you don't consciously decided to be aware of this, hogyha tudatosan nem döntöd el azt, hogy éber leszel erre, you will be victim of all of this maya. Mindennek a majának az áldozatává or válsz. Illusion. Az illúzió. So we have to be aware. Ébernek kell lenni and tehát. And you have to be brave enough to step out of it. És elég bátornak ahhoz, hogy mindebből kilépj. Tell me, Ági, who can do for you? Ági, mondd el, ki tudja ezt érted megtenni? Only you. Csak te. Maharishi can do for you. Maharishi nem teheti meg helyetted. That's why people are reading thousands of books. Ezért van, hogy az emberek több ezer könyvet elolvasnak. De még mindig nem találják meg a megoldást. It is not about the solutions. Ez nem a megoldásokról it is szól. About being practical about that. Hanem arról, hogy gyakorlatiasnak kell lennünk. In the social media there are lots of good messages. A közösségi médiában nagyon sok jó Millions üzenet van. Millions of good words. Több millió jó szó. And people are sharing with each other. Amit az emberek meg is osztanak egymással. I would request one of you. Use only one good message, make it practical for one year. That's enough your life change. Maharishi arra kér, hogy válasz ki egy üzenetet, azt tedd magadévá, és használd egy évig. They don't do that. És az életed megváltozik, de ezt az emberek they read and nem forget. Teszik. They read and forget. Elolvassák, és elfelejtik. So you are not aware. Tehát nem vagy éber. That should be practical, made it practical. Arra, hogy gyakorlatiassá kell, hogy ezt so tedd. There are lots of good information. Tehát nagyon sok jó információ But we are not ready to make it practical. De nem állunk készen arra, hogy gyakorlatiassá tegyük. The ignorant, lazy world. A nem törődöm, lusta világ. Has no other choice being victim of all these things. Nincs más választása ennek a világnak, csak hogy áldozata legyen mindennek. Those who are ready to wake up. Azok, akik készen állnak arra, hogy felébredjenek, azok elsétálnak. Those who are lazy. De ha lusták those vagyok. Are ignorant. Azok, akik nem törődöm. Keep complaining. Azok csak panaszkodnak. Please ignore them. És Maharishi arra kér, hogy hagyd figyelmen kívül. És menj tovább. Be silent. Légy csendes. Then your track is clean. És akkor a te utad tiszta lesz. And for your life to change. És ahhoz, hogy az életed megváltozzon. You are the only one to change. Te vagy az egyetlen, so, aki ezt megteheti. If you expect your family members to be with you in that inner change. Hogyha azt várod, hogy a családtagok veled legyenek ebben a belső változásban,
az nem fog you működni. Are the only one. Te vagy az egyetlen. When you're ready to move forward peacefully. Hogyha készen állsz arra, hogy békésen menj tovább. When you focus on inner peace and calmness. Hogyha a belső békére és nyugodtságra fókuszálsz. Your life is entirely different. Az egész életed teljesen that megváltozik. That is called golden life or golden era. Ezt nevezzük az aranyéletnek vagy az aranykornak. I hope that in few years all the human beings will wake up to this reality. Maharishi reméli, hogy az emberek nagy része néhány éven belül felébred majd erre a valóságra. Unless we calm down, we cannot practice love. De amíg nem nyugszunk le, nem tudjuk gyakorolni a szeretetet. The first thing what we need in the society is, hey, come on, calm down, you know? Az első dolog, amire szükségünk van ebben a társadalomban, az az, hogy nyugodj le. Instead of Maharishi telling you, ahelyett, hogy Maharishi elmondja, most important for Maharishi is for me to be calming down. A legfontosabb Maharishi számára az, hogy ő lenyugodjon. Like that you also do. És ugyanígy tegyél te is. Let everyone calm down rather than making others calming down. Inkább mindenki önmaga nyugodjon le, ahelyett, hogy másokat próbál lenyugtatni. The world changed. És a világ megváltozik. But we are teaching how to calm down. De azt tanítjuk, hogy hogyan nyugodjanak le mások. Reading how to calm down. Reading how to calm down. Azt olvassuk, hogy hogyan nyugodjunk le. But we are not practicing. De nem gyakoroljuk. So who should practice? Tehát kinek kell gyakorolni? Me. When? Mikor? Next life? Következő életben? Next Sylvester? Vagy következő Sylvester után? Most. Most. And if you have courage to do that? És hogyha megvan benned ez a bátorság? Your life will change, my dear. Kedvesem, az életed if megváltozik, not, hogyha nem. Good luck. Sok szerencsét. I'm sorry to be straight. Maharishi elnézést kér, hogy ennyire egyenes volt. Enough pampering to this world. Mert elég volt a babusgatásból ennek a világnak. Enough is enough. Ami elég, az elég. Fel kell ébredni. És menj tovább. There is no need to waste time to change the world. Nincs szükség arra időt pazarolni, hogy a világot megváltoztass. I realized I am not here to change the world. Maharishi is rájött arra, hogy ő nem azért van itt, hogy megváltoztassa a világot. To let go all my attachment. Azért van itt, hogy elengedje az összes ragaszkodását. I'm free from the birth and death anymore. És hogy szabaddá váljon a születéstől és a haláltól. Let this örökre. Be the last life. Legyen ez az utolsó élet. Let go everything. És engedjen el mindent. Being peaceful. Azzal, hogy békés. And exiting this world peacefully. És hogy békésen hagyja el ezt a világot. What else I can do? Mi más tudna tenni? Who can change others? Ki tud másokat megváltoztatni? Senki. Igaz? Love you all. Maharishi szeret benneteket. Köszönöm szépen. Thank you for one beautiful question here. Maharishi köszöni ezt az újabb gyönyörű kérdést. Az utolsó kérdésem, hogy milyen programok vannak most, amin részt vehetnek az emberek, miben tud Maharishi mégis segíteni, hogyha én elmegyek egy programra, egy meditációra, akkor mit kaphatok, mit veszíthetek el, és miért jó az nekem, ha megtapasztalhatom a térelem ürességét, ezt a végtelen belső békét? Om Shanti, dear Maharishi. The question is that what programs are available for those who would like to meet Maharishi? What can Maharishi help? If Agi would attend the program of Maharishi, what will she achieve? What will she lose? And what is the meaning of experiencing the space element? You're asking deep questions. Nagyon mély kérdést tettél fel. As Maharishi always said, I know nothing, I have nothing, I am nothing. Ahogy már mondtam, Maharishi, nincs semmije, nem tud semmit, és ő maga is semmi. And those who would like to experience nothingness, please let us be together. És azok, akik szeretnék a semmit megtapasztalni, azok legyenek együtt Maharishival. Because spirituality is not to become somebody. Mert a spiritualitás nem arról szól, hogy valakivé válj. Somebody is the part of mind. A valaki az az elme része. Not the soul. Nem a léleké. That nobody is part of the soul. De a senki az a lélek része. When you become nobody, ha senkivé válsz, you are everywhere. Mindenhol ott vagy. That makes you everybody. És akkor mindenki leszel. But when you become specific, de hogyha egy bizonyos dolog leszel, the I and you will happen. Akkor ott lesz az én és a te. Those who understand this particular conversation, azok, akik megértették ezt a beszélgetést, the last few sentences, az elmúlt néhány mondatot, are eligible for Maharishi's program. Azok méltók arra, hogy Maharishi programjain legyenek. If you want to become somebody,
Hogyha valakivé szeretsz válni, please don't waste time with Maharshi. Akkor ne pazarold az időt Maharishival. If you want to experience nothingness, de hogyha semmit szeretnéd megtapasztalni, gyere. And lots of free meditation programs are happening. Nagyon sok ingyenes meditációs program is please van. Please watch the Facebook and the advertisements. Kéri Maharishi, hogy a reklámokat és a Facebookot is nézzétek. And if you're really serious, és hogyha komolyan gondolod, and if you really like this, yes, Maharishi, I can see that this has a depth in it. És hogyha azt mondod, hogy igen, Maharishi, látom ebben a mélységet. We have a beautiful program called Sky Divine Program. Van egy gyönyörű program, amit Sky Divine-nak hívunk. It's one-year program. Ez egy egyéves program. It, every Wednesday evening we have. Minden egyes szerda este találkozunk. 7 to 9. 7-től 9-ig. And every first Saturday 10 to 5 the whole day online. És minden egyes hónap első szombatján online 10-től 5-ig. Unfortunately this year we cannot join because we already half the way in the program. Sajnos, mivel már az év felén túl vagyunk, ebben az évben már nem tudsz ehhez csatlakozni. For sure, next year Sky Divine you can join if you understood what nothingness to some extent, you know. De hogyha valamilyen szintig megértetted, hogy mit jelent a semmi, akkor jövőre csatlakozz. If you want to achieve anything, if you want to become somebody, please don't waste time with Maharishi. De hogyha szeretnél valamit elérni, hogyha valakivé szeretnél válni, akkor Maharishi kéri, hogy ne pazarold rá az életet. Hogyha ebben a mélységben elég érett vagy, akkor gyere, hadd sétáljunk együtt önmagunk mélységében. And that program is called Sky Divine Program. Ezt a programot Sky Divine programnak hívjuk. Ez egy egyéves program. Okay. Thank you for asking this beautiful question. Köszöni Maharishi ezt a gyönyörű kérdést. And I'm so happy that you know Agi is asking this for the audience about the emptiness, okay? És örült Maharishi, hogy Agi megkérdezted ezt a közönség számára. Emptiness is something deep. Az üresség egy mély dolog. Thank you for asking. Köszöni Maharishi a kérdést. We are going to spiritual. I was going to spiritual places to become somebody to fulfill my mind. Mert Maharishi sok spirituális helyen volt azért, hogy kielégítse az elméjét. Even religious places fulfillment of the mind. Ugyanígy a vallási helyekre is ezért járt. But spirituality is not that. Really. De a spiritualitás nem erről szól. It is about the spirit. Az a lélekről not szól. Not about the mind. Nem pedig az elméről. This is mentality, not spirituality. Ez mentalitás, nem spiritualitás. Spirituality is emptiness, silence, peace, calm, you know. Ez a békéről, a nyugodtságról és az ürességről szól. Thank you. Shanti. Thank you for beautiful questions. Maharishi köszöni a gyönyörű kérdéseket. Végtelen hálával köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azt, hogy itt a magyaroknak azért lehetőségük van erre, hogy önnel találkozzanak, hogy megöleljék, és a lélek kap egy lehetőséget, hogy ő magát felismerve beleszeressen újra ebbe a végtelen csendbe és békébe. És én önnek a kívánom, hogy sikerüljön az a vágy, amiért ide született ebbe az életbe, amiért velünk tölti az életének nagyon nagy részét, közöttünk élve, és a többi embernek pedig azt kívánom, hogy eljusson hozzájuk az az érzés, hogy ez mekkora áldás nekünk, ennek a lehetősége, ami itt van. Köszönjük szépen! Köszönjük! Dear Maharishi, she is infinitely grateful for this meeting and that Maharishi is here with us. And it is also a great opportunity for all the Hungarian people. And she is wishing Maharishi to fulfill all the wishes that Maharishi has in this life. And for others to experience this. Thanks for the blessings and support. Köszöni Maharishi az áldást és a támogatást. Somehow Maharishi is here in Hungary. Valahogyan Maharishi ide jutott Magyarországra. And, that's a blessing. És ez egy áldás. And thanks for all the Hungarians. És köszönet a magyaroknak. And supporting Maharishi and the family.
hogy támogatták Maharishit és a családját. To continue to be here. És ezért itt marad majd so még. So far beautiful it was. Eddig csodálatos and volt. And it is beautiful now. És még mindig van. Thank you. Hálás vagyok. Hálás és leború vagyok mindennek. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t látták, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják. Viszontlátásra!